Még gondoltam bemutatni egy picit komplexebb példát, amit én csináltam nem annyira régen. Ez egy teljes mértékben 3D nyomtatható, egybe 3D nyomtatható csapágy, amit három részből raktam össze, ugye egy belső gyűrűből, a csapágy golyókból, amik igazából nem golyók, hanem hogyha megnézzük, inkább hengeres többszögek. És itt, igazából itt nagyjából az alapprimitívek létrehozásához használtam a Sketcher Workbench-et, tehát ha megnézzük, és elrejtünk egy pár dolgot, hogy lehessen látni. Tehát itt, hogyha megnézzük, például ez megmutatja az egyes csapágy golyóknak a sketchét, ezt hasonló módon készítettem el, mint ahogy a vázát is, hogy csak oldalról megrajzoltam a keresztmetszetének a felét, és utána forgattam, de ugyanígy meg tudjuk nézni, hoppá, ugyanígy meg tudjuk nézni a többi elemnek a sketchét is, amik felépítik ezt az egész csapágyat. És miután a sketcheléssel végeztem és alkalmaztam rajta a többi műveletet, utána egy külső gyűrűn pedig például a szeleteket erre műveletekkel csináltam meg. Itt láthatjuk, hogy egy cilindert körbe raktam úgy, hogy érintse a külső hengerünket, és egyszerűen csak kivágtam ezt a cilindert az eredeti formából, és ugye így kapjuk meg ezt az ilyen kicsit bemélyedéses, barázdált külsejét az egész csapágynak. Én nagyjából magáról a szoftverről ennyit szerettem volna mondani, de hogyha van bármi kérdésetek, akkor az Dénát palmácsolja nekem, hogyha minden igaz.